A mérkőzést éllovashoz méltó játékkal kezdte a piros-fehérben játszó hazai csapat. Az első negyed órában határozott támadó játékkal uralta a meccset a Dabas. Lehet ilyen, passzmódon. A félidő közepére a tököl magára talált, így a küzdelem a középpályára korlátozódott. Az első félidő gólt nem tartogatott, így 0-0-ás döntetlennel várhatták a folytatást a csapatok. A második játék részben felélénkült a játék, a hazaiak többször is megtornáztatták a vendégkapust. A dabasi szögletet követően Bozsik fejelte a kapuba a labdát 1-0 hazaiak javára. A hazai kapu előtt sem unatkozhattak, a tököl szabadrugást harcolt ki. A kapura rúgást Nagy Kornél menti a háló előtt, a felhozott labdát Szűcs rossz beívelése adja vissza az ellenfélnek. Kiélezett küzdelemben Nagy kitette a lábát, a kedélyek lehűtése után tököli szabadrúgás. Az állás változatlanul 1-0 a hazaiak javára. A szép labdaszerzés után a várt befejezés elmaradt. A 63. percben Szűcs bombagóljával megnyugtató előny birtokában a dabasiak 2-0-ra vezettek. A mérkőzés még nem volt lefutottnak tekinthető, a tököl nem adta fel. A dabasi kapu előtt tömörültek be a csapatok. Váradi csúsztatását Kövesfalvi már nem tudta hárítani, az állás 2-1. Lacika, neked sem itt föltessék! Bányai beívelése Szűcsöt találta meg, aki a hosszú sarokba talált be. A tököl játékosa hazaadásból gólt szerzett, 4-1 a Dabas javára. Egy hazai védelmi megingás és figyelmetlenség következtében Radnics még lőtt egy szépítő gólt, így beállítva a 4-2-es végeredményt az FC Dabas javára. Tehát fizikálisan biztos voltam benne, hogy mi jobbak vagyunk, hiszen mi azért rangadókat játszottunk, sőt nehéz meccseket, ugye itthon a Dunaharaszti mérkőzés nagyon nehéz, küzdelmes meccs volt, 120 perces majdnem, azt kell mondanom. Utána Szarvason is nagyon kemény találkozónk volt, és ebből én úgy indultam ki, hogy ebből erőt meríthetünk, hogy mi végigbírjuk a mérkőzést, és az, hogy ahogy látszott is, ugye a találkozón a tökön fáradt el hamarabb, mint mi.